Az ünnepi pillanataink című műsorunkban a zákányszéki szomszédolón készült felvételeinket láthatják. Szép napot kívánok mindenkinek! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket ezen a zákányszéki szomszédolón. Külön köszöntöm vajdasági vendégeinket, képviselőket, nagy tisztelettel köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Hát szomszédoló, mi is jut a tervezünkbe. Talán régi farsangolós időszak, amiben átmenjük a szomszédba és elmeséltük, hogy otthon mi történik, mi van. Ez abban különbözik, hogy most is átmenjük a szomszédba, hiszen azt gondolom, hogy település történetében először van az, hogy határon túli vendégeink vannak és szomszédolhatunk velük. Hát ez a szomszédoló most azt jelenti, hogy kulturális értékeinket mutatjuk meg egymásnak is. Tudomásom szerint lesz folytatás, hiszen ez a szomszédolás akkor az igazi, hogyha oda-vissza történik. És láttam a népes csoportot, láttam a szép viseletbe öltözött táncosokat, és hát kíváncsian várjuk a szomszédolóban az Önök bemutatkozását, és azt gondolom, hogy legalább a lelkesedéssel fog majd mi is készülni vissza ki hajdújárásra, mint ahogy Önök most jöttek ide hozzánk. Nagyon szívesen látjuk Önöket, szívesen fogadtuk. Szeretném, ha jól éreznék itt magukat nálunk, és kíváncsian várjuk Önök műsorát. Köszönöm szépen! Kedves közönségünk, szeretettel köszöntöm Önöket, a Hajdújárási Ritka Sándor Művelődési Egyesület szakcsoportjai és a magam nevében. Egyesületünk örömmel fogadta a felkérést és nagy izgalommal készült, hogy bemutathassa Önöknek tevékenységét. Mindenkinek kellemes szórakozást kívánunk! Hogy szakajtott volna.
elsőként a Rekötye névdal kórust hallhatták, páskai névdalokat énekeltek. Róluk el kell mondani, hogy 1996-tól énekelnek együtt. Műsoraikon főleg vajdasági népdalok szerepelnek, de szívesen éneklik más tájegység dalait is. A kóta minősítőjén egy arany és egy ezüst elismerés tulajdonosai. A kórus művészeti vezetője Bezovszki Eszter, a csoportvezető pedig Lakatos Erzsébet. A kórus Varga Dávid, 7. osztályos tanuló követi, aki egy mesét fog elmondani az ördögökről. Utána barátaink, a Szabadkai Juhász zenekar következik, akik 2000 óta muzsikálnak együtt, és azóta már 3 lemezt mondhatnak magukénak. Jó ismerői a helyi népdalhagyománynak, de otthonosan mozognak más tájegységek zenéjében is. Számos külföldi szereplésük is volt már, melyeken önálló számaikkal vagy táncegyüttesek kíséreteként vettek részt. A zenekar vezetője Juhász Gábor. Őket egyesületünk legfiatalabbjai, az alsósokból álló Pitypan táncsoport követik. Igaz, hogy csak néhány éve táncolnak együtt, de már is 2 aranyoklevél tulajdonosai, melyet a vajdasági Kőke tánc elnevezésű néptánc vezérkedőn érdemeltek ki. Művészeti vezetők Vas Endre és Vas Bezovszki Tímea, a csoport vezetője Szalai Eszter tanítónő, somogyi játékokat és táncokat mutatnak be. Meg a
Béka is. De ugye a kecske békát itt beteszi, amott már fürdjünk. Hát kérdezi az öreg ördög, ki a felsége? A maga öccse. Mikor gyűjt már fő? Ó, az három napig még lent lesz. Hát király felsége, ebbe se égyezünk. Akkor is az enyém a lánya, a búzát leharapod. Nem van, van nekem még egy öcsém. Az olyan nagyot tud ordítani, ott csak, na. Jó, azt mondja a szeregöltő. Azt ott tudjuk meg. Majd elmegyünk egy kandába, azt ott tudjuk meg. Hát azt ott tudjuk meg. Majd amelyikünk nagyobbat ordít, úgy tudjuk meg. Úgy le. Az öreg ördög elordította magát, úgy, kamrapad, minden összerepedőzött. Azt mondja, na, most a maga öcsegél. Nem, azt mondja, hozzanak egy abincsot, négy nagyszögát és egy kalapácsot. Hát minek az magának? Körül abincsoljuk a fejet. Rászögeljük, hogy szét ne essen a fejet, ha jön az öcsém ordítani. Jó, hogy iratlanség nem kül a lány, nem kül, csak nem jön az öccse ordítani. Így megszabadult királyság az ördögöktől. Így volt, úgy volt, ördögi mese volt. Thank you.
következő percekben egy tehetséges fiatal népdalénekes fog bemutatkozni. Fábián Mónika moholi népdalokat énekel. Őt a Bogjai Tánccsoportunk szólistáin követik, akik Galga Mentizámtokat mutatnak be. Majd Talai Klaudia, 4. osztályos tanuló mond el egy mesét. A mese címe a Mindenjáró Malmocska. Klaudia és Dávid is a Kálmán Lajos emlékére szervezett vajdasági szintű mesemondán díjadókjai. Felkészítette őket Szalai Eszter. Szép a halé lányom, ne járjanak!
kellene nagyon gurmi lenni. Egy, ahogy ő járt oda ki, egy, a királynak a kisfia elment arra, az meglátta azt a két kisöpröt, azt mondja, hogy milyen szép kis ököt. De a bácsi adja ide, de adja ide, hogy adnám én azt oda. Mikor ebben keresem a kinyerem, ebben élünk a feleségemmel. De mindegy, én királygyerek vagyok. Maga eljön az én apámhoz, s maga kíván, az mindent megad magának, mert engem nagyon szeret az én apám. Úgy is volt, bácsi hagyja az ökröket, királynak látni, azt mondja. Bácsi, ha fölhívi magát az én apám, akkor ne vállaljon el semmit, csak a mindenjáró malmocskát. Hát gondolkodik az ember, hogy most mi lesz abba a mindenjáró malmocskát. Kínál neki búzát, kukoritát, s nem tudom mennyi aranyat. Nem, ő neki csak a mindenjáró. Járó malmocska kellett. Királygyereknek ott ugrál az apja körül, hogy apukám csak azt adja, csak azt adja, csak azt adja oda. Na hát, oda adta neki. Szegényemből még hazafelé búslakodik, hogy most mit csinál ő ebben. Lért a bődben, nagyon éhes volt, azt mondja. Mindenjáró malmocskám, adjál nekem önni. Hát volt amit a szegény embernek önni. Egyszer, mit lát szemébe? Jön egy nagy fekete kalap, kezébe egy bot. Gyorsan összekapultak a mindenjáró malmocskába, oszt az odaért. Azt mondja, szegény ember, te adj ide nekem ezt a mindenjáró malmocskát. Dehogy adom, semennyi pénzé. Ennek a kalapnak, meg ennek a botnak te nagyon nagy hasznát veszed. Hát minek nekem ez a nagy kalap, meg ez a bot? De add ide, de add ide. Addig erre, addig arra. Na már, odaadta neki. Szegényemből még hazafelé búslakodik, hogy most mit csinál ő ebbe. Bement a komájáikhoz, azt mondja a koma. Hadd kinn ezt a nagy kalapot, meg ezt a botot, ne hozd be. Adtak neki vacsorát, lefeküdtek. Azt mondja a koma azt. Halló, hé, lakjuk ezt a kalapot, meg ezt a botot, mert ennek valami titka úgy is van. Úgy is volt, elvették. Röbget, bőkkel az ember. Még keres volt. Na, kalap meg a bot. De nem találja. Azt mondja. Na, kalap meg a bot. De az nem akarik odaadni. Egy-től azt mondja a bot. Bot, csinálnám valamit. Add ebben te úgy a komát meg a komaszony, hogy ányba feküdtek. Kalap is mén a bácsi. Mennek hazafelé, búslakodik a szegény ember, hogy most mit szól a felesége, ha hazaért. Hazaért, otthon a felesége csak sír. Már a botban gondolkodott, hogy most mit tud csinálni. Azt mondja, most mi adtad oda a két kis ötvöt? Most mi adtad oda? Hát, hallod, kaptam a királyt egy mindenjáró malmocskát, aztán gyűjt egy ember, elcsalt az ülem, odaadtam neki, kaptam ezt a kalapot, meg ezt a botot. Hát te most ebben mit akarsz csinálni? Egyszer hallik, hogy nagy háború van. Azt a király, aki odaadta neki a mindenjáró malmocskát, megtámadta a másik falusi király. Nagy háború van, azt mondja a szegényem. Hallod, én megpróbálkozok ebbe a kalapba, meg ebbe a botta. Úgy is fog,
utolsó összeállításunkban Fábián Mónika és Fálki Norbert palackai táncokat adnak elő. Őket a Juhász zenekar követi Somogyi népdalokkal. A műsort a Rekütye népdalkórus zárja, akik vajdasági népdalokat énekelnek. Thank you.
Hatra!